Önkormányzati választás. Bejelentette képviselőjelöltjeit a Fidesz-KDNP helyi szervezete. Elismerték. A legnagyobb adózókat köszöntötték. Megnyílt. A Gönczi Galéria ad otthont a 14. zalaegerszegi sajtófotó kiállításnak. Ez az zalaegerszegi televízió híradója. Jó estét kívánok, Háhorváth Gyula vagyok. 2024. március 7-e csütörtök van, lássuk a legfrissebb helyi híreket. Bejelentette képviselőjelöltjeit a Fidesz-KDNP helyi szervezete. A lista a legutóbbi helyhatósági választásokhoz képest nem változott, mind a 12 körzetben a már ismert, jelenleg is tevékeny politikusok számítanak a szavazók bizalmára. A 2024-es önkormányzati választásokon a pártszövetség zalaegerszegi polgármester jelöltje Balaidz Zoltán. Szerinte az elmúlt 4 év egészségügyi, háborús és energiapiaci válságait szem előtt tartva a vármegyeszékhelynek szakértelemre és stabilitásra van szüksége. Egyik problémát a másik után kellett megoldani, és amikor a világban, a bennünket körbevevő környezetben is ilyen sok változás van, azt gondoltuk, hogy nekünk elsősorban szakértelmet, stabilitást, erőt, biztonságot és állandóságot kell mutatni, és éppen ezért úgy döntöttünk, hogy mind a 12 körzetben a jelenlegi önkormányzati képviselőt indítjuk újra, hiszen ők már bizonyítottak, ők jól ismerik a körzetüket, megfelelő munkát végeznek, és biztos vagyok benne, hogy a következő testületben is együtt közösen tudunk majd Zalaegerszeget dolgozni. A jelöltek rövid bemutatása után Bali Zoltán kampányfőnök leszögezte. Pozitív kampánnyal készülnek a következő időszakban. Ennek részeként a következő 5-7 minden körzetben lakossági fórumot tartanak. Így gyakorlatilag egy hónap alatt közel 1500 olyan segítőnkkel tudjuk felvenni a kapcsolatot, aki majd az egyébként április 20-án induló aláírásgyűjtésben segítségünkre lehet. Éppen ezért kérjük majd az zalaegerszegiek segítségét, hogy április 20-án, amikor elindul hivatalosan is az aláírásgyűjtés, akkor támogassák Balaidz Zoltán jelöltjeit, és azután sem szeretnénk leállni, hiszen szeretnénk mind a 26.000 háztartásba eljutni, és azt, amit megfogalmazott polgármester úr a programjában, azt bemutatni az zalaegerszegiek számára, és ezáltal is egyfajta személyes nexus kialakítani velük. A választókat ezek mellett szórólapokon, óriás plakátokon és az ismert online felületeken is megszólítják. A 2024-es magyarországi önkormányzati választást az áprilisi aláírásgyűjtés majd az ívek leadása után június 9-én tartják. Köszöntötték a legnagyobb adózókat és átadták a gazdaságfejlesztési, valamint a sportmecénása díjakat a Városháza dísztermében. A rendezvényen levetítették a Fejlődő Zalaegerszeg című kisfilmet. A résztvevőket Balaidz Zoltán polgármester köszöntötte, aki beszámolt az elmúlt esztendő gazdasági eredményeiről. Zalaegerszegen 2015 óta minden évben ünnepségre hívják a legtöbb iparűzési adót befizető cégek képviselőit, akik jelentősen hozzájárulnak a város fejlődéséhez. Tavaly rekordösszegű 7,5 milliárd forint volt az ebből származó bevétel. Ezek a vállalkozások több ezer embert foglalkoztatnak, ők adják a város helyi iparüzési adóbevételének a felét, és ők azok, akik legnagyobb arányban támogatják az oktatást, a kultúrát, a sportot, az egészségügyet, a helyi közügyeket. Éppen ezért aztán szeretnénk nekik valamit visszaadni egy ilyen találkozással, és szeretnénk nekik minden esztendőben egy prezentáció keretében bemutatni azt is, hogy hogyan változik, hogyan fejlődik a város. Az elismerés visszajelzést jelent a gazdasági élet szereplőinek. A gazdaságfejlesztési díjakat idén a Europtech Kft. És a West Hungary Textile Kft. Vezetői vehették át. Egy 600 négyzetméteres csarnokot építettünk a tavalyi évben, és idén pedig ebbe egy komoly fejlesztés lesz, egy csomagológép, ami reményeink szerint 2 héten belül el is készül, és akkor külföldi piacokra szeretnénk úgy előkészíteni itt a ruhát, hogy könnyebben szállítható, könnyebben, gyorsabban és hatékonyabban szállítható legyen. Úgy érzem, hogy ez a befektetett munkának, a városért tett erőfeszítéseknek a megkoronázása, úgymond, és a kollégáimnak nagyon-nagyon szeretném megköszönni, hogy ezt lehetővé tették számomra, hogy ezt a díjat a cég nevében átvegyem. A sportmecénása díjat a Trio Egerszeg Kft.-nek adományozták.
A cég több egyesület és klub működését segíti. A társaság elért egy olyan fejlődési, fejlettségi szintet, hogy tudunk már a kultúrára, sportra áldozni, és nagyon régóta részt veszünk ilyen támogatásokban. Hogy elhangzott a bemutatkozó filmben, hogy a Tájfutó Klubnak több mint 10 éve névadó szponzorai vagyunk, de egyéb területeken is folyamatosan támogatjuk a sportot. A 25 legtöbbet adózó cégnek a város polgármestere elismerő oklevelet adott át. A három díjazott vállalkozást a kitüntetés mellett Szényi Zoltán képzőművész egy-egy festményével is jutalmazták. Halált okozó testi sértés büntette miatt hoztak ítéletet a zalaegerszegi járásbíróságon két zalai férfi ügyében, akik a nyomozás jelenlegi adatai szerint 2023. novemberében Zalaegerszegen az egykori szennyvíztelep területén harmadik társukkal közösen halálra verték hajléktalan ismerősüket. A rendőrségre hétfőn este érkezett bejelentés a holttestről. Ezt követően a nyomozók 3 óra alatt felderítették az esetet, az elkövetők beismerték tettüket. A Zala vármegyei főügyészség indítványozta mindkét személy letartóztatását, melyről a bírók ma kora délután döntöttek. A zalaegerszegi járásbíróság a mai napon hozott végzést a két gyanúsított 30 napra történő letartóztatásáról, akiket azzal vádol az ügyészség, hogy egy ismerősüket megölték és utána elhantolták. A elrendelés oka az, hogy fennáll a szökés, elrejtőzés és a bizonyítás megnehezítésének a veszélye. Mindkét gyanúsított és a védőik fellebbeztek a végzés ellen, így az nem jogerős. Befejeződött a Berzsenyi utca felújítása, melynek során a Kovács Károly tér és a Bíró Márton utcai körforgalom közötti szakasz új burkulatot kapott. A fejlesztés a Kovács Károly városépítő program részeként valósult meg 66 milliós kormányzati forrásból. Az érintett útszakaszon tavaly szeptembertől decemberig zajlottak a munkálatok a Kosztolányi út kétirányúsítása részeként. A Berzsenyi utca Kovács Károly tér felé eső első 50 méteres szakaszát teljes mértékben átépítették, s a körforgalomig tartó 205 méteres részt is újra aszfaltozták. Balaid Zoltán polgármester szerint a belváros fejlesztése összetett kihívás, melyhez szükség van kormányzati források bevonására. A belvárosban az egyik legnagyobb a kihívás, hiszen nagyon nagy a forgalom, számos intézmény van, és sok fejlesztés ugyan megvalósult, de még mindig vannak olyan térségek, ahol akár az úttest, akár a szegélyek, akár a járda állapota megköveteli, hogy jelentős forrásokat tudjunk rá költeni. Ez saját erőből sokkal nehezebb, de hogyha rendelkezésünkre áll ilyen kormányzati támogatás, mint jelen esetben a Kovács Károly Városépítő Program, akkor ilyen a nagyszabású fejlesztéseket is meg tudunk valósítani. Rendbe tették a Berzsenyi utca déli oldali járda burkolatát. Emellett akadálymentesítették a járda kapcsolatokat, miközben a szegélyek melletti zöld területekre is gondot fordítottak. Böjte Sándor Zsolt, a térség önkormányzati képviselője hangsúlyozta. A fejlesztés az itt lakók mellett a rendszeresen erre közlekedők mindennapjait is megkönnyíti. Ez nagyon fontos, hiszen itt a Kosztolányi úti ovi, itt van közel a buszállomás, a Kovács Károly téri nagy busz megálló, és számtalan nagy tízemeletes van itt mellettünk, körülöttünk. Nagyon sokan használják ezt a járdát, ezt az útszakaszt, hiszen a városnak egy frekventált részén van, és ezt fontosnak tartottuk, hogy ezt a részt is folyamatosan fejlesszük. A tervek szerint a jövőben a másik oldali járdaszakaszt is felújítják, illetve új parkolóhelyeket alakítanak ki. Ma ünnepelte 10 éves jubileumát a zalaegerszegi Lipóti Pékség. Első üzletüket 2014-ben nyitották, jelenleg 7-et üzemeltetnek a Zalai Vármegye székhelyen. Balaid Zoltán, zalaegerszeg polgármestere a közgyűlés elismerő oklevelével érkezett az évfordulóra. Köszöntőjében kiemelte, a családi vállalkozás példaértékű munkát végez. Nem csak az a minőségi szolgáltatás, amivel a zalaegerszegieket és az ideérkezőket ellátják, nem csak az, ami fontos számunkra, hanem az is, hogy igyekeznek valamit visszaadni a közösségnek. És éppen ezért a társadalmi felelősségvállalás jegyében a Lipóti Pékségre számíthatunk akkor, amikor az oktatást, a kultúrát, a sportot vagy éppen az egészségügyet kell támogatni. Kezdetben 6-7 embert foglalkoztattak, s mára már 30-an dolgoznak zalaegerszegi üzleteikben. Az volt a cél, hogy jelen legyünk a piacon.
piacon, és a vásárlói visszajelzések alapján lehetőségünk lett arra, hogy folyamatosan bővítsük a tevékenységünket. Jött a harmadik, negyedik, majd az ötödik, és ebben az évben a hatodik, hetedik üzlet. Most az üzletek megnyitásával párhuzamosan nőtt a munkatársaink száma, és ennek különösen örülök, mert egy vállalkozás életében az én meglátásom szerint az a legfontosabb, hogy értéket tudjon teremteni. A Lipóti Pékséget, amely termékeivel ellátja az alaegerszegieket, 1992-ben egy szigetközi településen alapították. A hagyományok megőrzése mellett folyamatosan fejlesztették a céget. A cég életében a talán legnagyobb lépcsőfok az 2006-ban jött el, amikor a Tatabányai Sütőipari Kft-t megvásároltuk, és ezzel utat nyitottunk Budapest felé, és megindult a mintabolt hálózat kiépítése. Az apró faluból induló családi vállalkozás ma már 10 telephelyet működtet. A gyárakban országszerte közel 3000 embernek adnak munkát, 300 mintaboltjukban pedig több mint 3000 alkalmazottat foglalkoztatnak. Megnyílt a 14. zalaegerszegi sajtófutó kiállítás. A 2023-as évet bemutató tárlatnak ezúttal a keresztúri VMK Gönczi galériája ad otthont. A közönség közel 100 kép segítségével idézheti fel a közelmúlt történéseit. A résztvevőket egy-egy Beatles és Metallica sláger feldolgozásával lepte meg az erre az alkalomra létrejött Zala Cselló Kvartett. A résztvevőket Balaidh Zoltán polgármester és Seres Péter köszöntötte. Az ötletgazda főszervező elsőként a város és a támogatók segítségét emelte ki. Mint elhangzott, az esemény egyre népszerűbb. Idén 450 beérkezett pályamunkáról kellett dönteniük. Tavalyi 22 pályázóval szemben idén 34-en álltak a starton ahhoz, ami hát egy másfélszeres emelkedést jelent. Kicsit jobban be is hirdettük magát a lehetőséget, úgyhogy nagyon örültünk, amikor érkeztek a fotók egymás után. Ez azt jelenti egyébként, hogy számban is sokkal több fotó jött a pályázat kapcsán. A hagyományokhoz híven a bemutatón a három fotóriporter, Katona Tibor, Pezeta Umbertó és Seres Péter munkái mellett a zsűri válogatása kapott helyet. Benkő Sándor, Orr Tibor, Varga György és a kiállítást megnyitó képzőművész Gombos Zsófia 95 fotót talált érdemesnek a kiállításra. A kiemelkedő fotókat díjazták. Első helyen Bolla Gábor sorozatát értékelték, amit a 10-12 évesek vívó versenyén készített. Az egész versenysorozatot, hát ugye a vívó egyletnek úgymond egy kicsit ilyen segítségül én elkészítettem, és ezekből a képekből ragadtam ki a kicsit ilyen érzelmileg erősebb képeket, gyakorlatilag azokat a pillanatokat, amikor egy-egy vesztes tus után a gyerekeknek a úgymond a töréseit lehet látni. Sokan visszatérő pályázók, köztük Báli Zsuzsa, aki a Tour de Hongrie zalaegerszegi rajtja előtt készült felvételért a zsűritől díjat is kapott. Ez egy maximális hobbi, de így az évek során igyekeztem fejleszteni a fényképezőgép parkomat a férjem támogatásával, és bízom benne, hogy ezért egy pici ragadt rám azoktól a fotósoktól, akiknek a képeit itt láthatjuk kiállítva, mert azt hiszem, hogy az Umbi, a Tibi és a Peti igazi ikonok itt a környéken a fotózásban. A sajtófotósok díját Rohonczi Anett vehette át. A zsűri elismerte még Bükvics Ádám és Eklár László alkotását, az ifjúsági kategóriában pedig Bedics Németh Kata diadalmaskodott. Az érdeklődők március 28-áig tekinthetik meg a tárlatot. Betegség miatt elmarad a péntekre meghirdetett kötetbemutatóval egybekötött beszélgetés a Deák Ferenc megyei és városi könyvtárban. A Tóth Kinga és Bubics Tünde közreműködésével meghirdetett programot egy későbbi időpontban pótolják.
A Zalaegerszegi Birkózó Sportegyesület versenyzői is részt vettek a nyugat-magyarországi U13-as kötött fogású területi bajnokságon. A Mezőfalván rendezett versenyen 80 induló között 2 ezüstérmet szereztek a zalaegerszegi birkózók. A 42 kg-ban versenyző Timár Bence és a 46 kg-ban induló Ugranyec Flórián a második helyen végzett súlycsoportjában. Az 50 kg-ban szereplő Nemes Dominik az 5. helyen zárt a versenyen. A korosztály országos döntőjét április 30-án Budapesten rendezik. A fiatalokat Berzica Ferenc és Gerencsér Zoltán edzők készítették fel. Híradónk végén lássuk a legfontosabbakat még egyszer, röviden. Önkormányzati választás. Bejelentette képviselőjelöltjeit a Fidesz-KDNP helyi szervezete. Elismerték. A legnagyobb adózókat köszöntötték. Megnyílt. A Gönczi Galéria ad otthont a 14. zalaegerszegi sajtófotó kiállításnak. Ez volt a Zalaegerszegi Televízió híradója 2024. március 7-én csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb péntek este várjuk Önöket. A térség legfontosabb történéseiről addig is hírportálunkon a www.egerszegihírek.hu oldalon tájékozódhatnak. Híradónkat és a televízió további műsorait a www.zegtv.hu oldalon nézhetik vissza. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!